riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. A kíváncsi arra, hogy vajon milyen érzés olimpiát nyerni, mit jelent a siker egy ember életében, akkor mindenféleképpen nézze meg az Útrióba mai adását, hiszen Kis Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó mesél az élményeiről. De természetesen nem csak vele találkozhatnak a mai műsorban. Jöjjön a tartalomjegyzék! A halhatatlanok közébe választott Kis Gergely többek közt azt is elárulja, mivel hangolódtak az öltözőben egy olimpiai mérkőzés előtt. Majd Böcögő Dorinát látogatjuk meg, aki a harmadik olimpiájára készül, és aki Rióban szeretné pályafutása legjobb teljesítményét nyújtani. Gyurkovics Ferenc kihúzza azt a fiókot, amit 2004-ben becsukott, és felidézi nekünk élete versenyét. Sebestyén Dalmáról pedig kiderül, melyik film az, ami arra ösztönzi, hogy még gyorsabban ússzon. A Nemzetközi Sportági Halhatatlanokat Tömörítő Szervezet Team Hungary néven 6 magyar vízilabdázott választott tagjai közé. A 2000-2004-es és 2008-as olimpián aranyérmet nyert csapat tagjai közül Kis Gergő emlékszik vissza a sikerekre. Annyival jobbak vagyunk, hogy ez a döntő a miénk. Oh, Kis! Kimondta magam, hogy Kis Gergely olimpiai bajnok lettem, amire vágytam. Azért az elindult az utolsó percben, hiszen 6-7 gólokkal vezettünk. És aztán utána szerintem egy a 3-4 hét volt az, amikor így leüllepedett teljesen. Tehát, hogy most már nekem mindig ez lesz. Mit csupán a gólokat látok, illetve a harcias küzdelmet, ám a öltözőben valami egészen más hangulatot teremtettek a fiúk mérkőzések előtt. Ja, az új sipos étteremben szegény megboldogult Miki bácsihoz jártunk, sokszor vacsorázni, meg ebédelni, és akkor ott voltak cigány zenészek. És aztán tanítottak nekünk egy-két olyan nótát, amit nem illik egy étterembe előadni. És aztán nem is tudom már, hogy indult pontosan, de elkezdtük az olimpián énekelni őket a meccsek előtt. És egy ilyen nagy öltözőbe azért elkezd 13 fahangú, vagy félig fahangú vízilabdás pajzán cigány nótát énekelni. A szomszédunk, az olaszok készülnek ellenünk a negyed döntőre, és hát úgy megyünk ki ezzel a hangulattal, ezzel a fölfokozott hangulattal az öltözőbe, és ott jönnek mellettünk ők is, és így néznek ránk, hogy kik ezek az állatok, meg hogy mit csinálnak. Úgyhogy nekünk volt egy ilyen lelki pluszunk, hogy ezt így kiadtuk magunkból, ezt a feszültséget. Az volt egy hatalmas nagy lépés, amikor 16 évesen bekerültem a felnőtt válogatott keretébe, és játszottam a felnőtt válogatottban már meccseket, barátságos meccseket, és ott láttam az olimpiai bajnokokat, a világ legjobbjának választott játékosokat, meg a fiatal, tapasztalatlan, védekezésben jelentősen lemaradva kellett felvennem a versenyt velük hamar. Az egy nagyon gyors tanulási folyamat volt, 2-3 év alatt kellett felnőnöm. Rájtad, mit kellett építeni egyébként? Hát lehet, hogy azért lettem jogász, mert én igazságbajnok vagyok, tehát én, ha bármi igazságtalanságot érzek, akár más érdekében is felszólalok, és az, amikor egy edzőnek egy 3,5 éves edzés vége felé így visszaszólok, hogy de hát, én úgy gondolom, és akkor a Dénesnek le kellett törni nagyon sokszor például a szarvamat ilyen szempontból. Én nem magamat védtem, csak úgy általában. Azt kellett alakítani rajtam, illetve szakmailag a védekezésem volt gyenge. Kis Gergő védekezőben, Kis Gergő fogba szállt, és akkor ezek, hogyha így helyreálltak, akkor jött az, hogy azt a megbízható teljesítményt hoztam, amit mindig is vártam magamtól, meg az edzők is vártak tőlem. A Sydney olimpiai győzelemmel nem ért véget az olimpiai győzelmi sorozat. Jöhetett Peking, amit egy igen kemény időszak előzött meg. Amikor vége lett a Sydney olimpiának, és 2003 nyara között, amikor megnyertük a világbajnokságot, akkor az egy nagyon nagy feladat volt emberré, férfivé válni, sikeres sportolóvá, mert a média, a közvélemény nagyon komolyan elkapott minket, másrészt meg az ellenfelek is most már az olimpiai bajnokot látták bennünk, aki hú, egyrészt nagyon jó csapat, másrészt meg őket kell legyőzni, és akkor majd mi vagyunk onnantól kezdve a Janik, pestiesen fogalmazva, de ez a tanulási folyamat pedig egy hatalmas munka volt, ahogy mi gondoltuk az olimpia után, hogy elég dolgozni, és akkor majd valaki a kezünkbe adja az aranyérmet. Nem, jól kell dolgozni, és ugyanolyan hittel, alázattal kell, és olyan éhesen kell ráharapni a vadra, mint előtte, amikor ilyen ragadozóként mentünk minden meccsre ki. Kislóba, Kásáshoz,
rá nagyon figyelnek. Kis Gergely, ő lesz ma nyerő emberünk? Úgy tűnik! 3-3! Kétszeres olimpiai bajnok csapat azért nem a nyuszi hozza, vagy a Jézuska, tehát az azt jelenti, hogy ez tényleg egy fantasztikus csapatnak kell lennie. Az athéni olimpiai döntőben 4 gólt is lőtt, ráadásul az év játékosának is őt választották. Én azért vagyok egy harcos, azért van küldetésem, hogy azt mondják, hogy gond van, akkor ott van Kis Gergőre számíthatunk. Én nekem ez volt mindig is a fő motivációm a csapaton belül, hogy lehessen rám számítani. A pekingi olimpiai győzelemmel pedig a fiúk olyan tettet hajtottak végre, ami igencsak keveseknek adatott meg. Hát, hogy a Halhatatlanok klubjába kerültünk utólag ezzel az eredménye, hogy 6-an nyertünk mind a 3 olimpián, és azok a sportolók gratuláltak nekem, akiket én 11 évesen a BS-be az olimpia után 88-ba fogadtunk, mind iskola, kimentünk, és autogramot kértem tőlük a kis füzetembe, és egy Egerszegi Krisztina, egy Darnyi Tamás, az Ötvöse csapat, kajakosok, stb. Ezek a nagy sportolók, akik az én gyerekkoromnak voltak a bálványai, meg hát ugye Egér is 3 olimpián nyert 5 aranyérmet, és akkor utána, amikor ők gratulálnak, például Darnyi Tamás, akit soha nem tudott senki legyőzni, és akkor ő mondja, hogy milyen fantasztikus csapatunk van, és akkor mi van, és forog velem a világ, hogy tényleg ez nagyon nehéz értelmezni, amikor egy ilyen nagy ember dicsér téged. Az a borzalmasan nehéz az élsportban, hogy nem tudjuk, mi a felső határ, nem tudjuk, mi az a szint, amit el kell érni. Mert az nem egy szint, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, mert mi az, hogy olimpiai bajnok, az nem lehet mérni. Itt azt lehet tudni, hogy mindent meg kell tenni, 24 órát ki kell használni. Sok mindent csináltam én is, ami lazítás, ami passzív vagy aktív pihenés, de nagyon tudni kell, hogy mennyi minden munka vár ránk ahhoz, hogy a legjobbak közé kerüljünk, és sose tudjuk, hogy elég-e az, amit ma tettünk, mert a hétköznapokból lesznek a bajnokok. Tehát nem az lesz, hogy egyszer csak meccsen én vagyok a legjobb, nem, hanem edzésen rendszeresen nekem kell lenni a legjobbnak, vagy az egyik legjobbnak, ahhoz, hogy meccsen is én lehessek. Úgyhogy ez egy nagyon hosszú folyamat, és nagyon nagy tudatosságot igényel. Makra Noémi mellett Böcögő Dorinának is megvan minden esélye arra, hogy ott legyen áprilisban, Rióban a tesztversenyen, ahol eldől, hogy lesz-e magyar tornász majd az olimpián. Böcögő Dorina már kétszer is szerepelt olimpiai játékokon, a pályafutására a korona a 3. születhetne meg. Most lesz 18 éves, így szeptemberben a pályafutásom, és pont ezen viccelődtünk Noémivel, hogy így nagykorú évébe lép a pályafutásom. Az eleje az inkább lassabban telt, és most, ami így egy picit felpörgött, főleg így az olimpiák közti évek, amik nagyon gyorsan telnek, így addig annyira nem, addig így vászorgott az idő. Most már azért egy fokkal könnyebb, mint régebben volt. A gyerekek azok mindig nagyon szeretik a tornatermet, tehát látni a sok szivacsgödröt, a szereket, tehát olyan, mint egy nagy játszótér gyakorlatilag. És igazából így itt maradtam, tehát egyszer volt egy olyan, hogy gondolkoztunk, hogy abba hagyom, de igazából nem is én, hanem a szüleim, tehát én így nagyon nem is akartam. Ez lehetne a 3. olimpiád. Az elsőnél még szinte kislány voltál, 16 évesen, arra hogy emlékszel vissza? Nem fogtam fel még akkor a dolgokat, 15 éves voltam, amikor megszereztem a kvótát, és így az edzőim nézték az eredményeket, mondták, hogy hát megvan a kvóta, nagy örömmel, és igazából nem vettem annyira komolyan, mint kellett volna, hát így konstatáltam, hogy jó rendben, mosolyogtam egyet, és ennyi volt. A másodiknál ez már teljesen máshogy zajlott, ott már tudtam, hogy mi ennek a tétje, és akkor már nagyon boldog voltam, teljesen máshogy jött le. Hát és ez a 3. főleg azért lenne jó, mert sokkal nehezebb lenne most kiussak, mint az előző 2 volt, nagyobb a mezőny itt Magyarországon. Nehezebb lenne megszerezni ezt a kvótát, és pont ezért lenne szép, valamint a magyar tornában nem sokan indultak 3 olimpián, ha jól tudom, egy ember Óvári Eszter, és én lehetnék a második.
fejben egy picit nehezebb a versenyzés része mostanában. Picit túl gondolom a dolgokat, ez látszott a tavalyi VB-n. Szuper jó formában voltam, igazából minden verseny nagyon jól sikerült, és pont a VB, mikor a legjobbnak kellett volna legyek, a felkészülés hibátlan volt, a formám nagyon jó volt, és a verseny pont nem úgy sikerült, mint ahogy szerettem volna. Tehát egy nagyon idegens, nem felszabadult tornát sikerült ott mutassak, és ez amiatt volt, mert fejben ezt én túl gondoltam. Tehát ezt úgy kellett volna felfogni, hogy hát furán hangzik, de egy verseny a többi között. És hát ezt picit túl bonyolítottam, ezáltal nem is sikerült, és ezt kéne picit megváltoztatni fejben, és akkor igazából baj nem lehetne. Visszavágyódsz még mondjuk abba a 15 éves kori állapotba, amikor még nem fogtad fel annyira? Igen, nagyon kettős egyébként, mert például az elemek szintjén, gyakorlatok szintjén, edzés szinten könnyebb most, mint akkor. Akkor sokkal nehezebben, mert nehezebben vettem rá magam, viszont a versenyzés könnyebb volt. Mert nem gondolkoztam azon, hogy úristen, ez egy tesztverseny, ez egy kvalifikációs VB bármi. Akkor még ment minden magától gyakorlatilag. Nem gondolkoztam, hogy országos, világbajnokság, esetleg olimpia. Emiatt könnyebb volt egy picit. Az első olimpiája tulajdonképpen gyerekként kezdődött. Ott szerintem igazándiból föl sem fogta, hogy milyen nagy megméretetésen vesz részt. És ezen a versenyen gyakorlatilag jól szerepelt. A második olimpiája hasonló szisztémával történt, ott ugye szintén ketten mentek ki a kvalifikációs tesztversenyre, és megint ő lett a legjobb, és most ugyanez a helyzet áll fönn, hogy ketten mennek, és csak egy vívhatja ki az indulási jogát. Hát reméljük, hogy ez a rutin, amit megszerzett ez alatt a jó pár év alatt, ez segíteni fogja mind a négy szerem. Most egyetemre járok, levelező szakon vagyok, mert ugye másrészt szerintem ezt nagyon nem is lehetne csinálni, hogy egész nap iskola, majd utána edzés. Sportszervezőnek tanulok, most vagyok harmadéves, idén fogok diplomázni, pont tegnap kezdtem el a szakdolgozatomat, tehát igazából van munka, de ezt este meg lehet csinálni, én azt mondom, szerda délután szabad, akkor is lehet ezzel foglalkozni, tehát azért annyira az egész napomat talán nem köti le az edzés. Nagyon szeretem a tornát, tehát szerintem gyönyörű. Én edzés után is szeretek bennmaradni a terembe és nézni a kisebbek munkáját. Szeretném folytatni. Tervben van, hogy esetleg nem négyszeren, vagy valahogyan máshogy, de még szeretném csinálni azt, hogy meddig, azt így nem tűztem ki. Igazából függ nagyon az eredményektől, valamint attól, hogy mennyire bírom fejben, mint fizikálisan. Mindentől függetlenül, akárhogy sikerül most Rio, mennyire érzed teljesnek a pályafutásodat? Talán fejben egy picit többet kellett volna velem foglalkozni, mint amennyit foglalkoztunk. Ez nekem is, esetleg sportpszichológushoz fordulni, stb. Úgy érzem, hogy ezzel picit előrébb lendülhettem volna, mint ahogy vagyok és voltam. De egyébként, hát így úgymond elégedett lehetek a pályafutásommal, úgy érzem. De még megkoronáznám ezzel a harmadik olimpiával. Ez lenne az írápont, ez a harmadik olimpia. Hát meglátjuk, megpróbálom, aztán remélem összejön. Gyurkovics Ferenc élete versenyének az athéni olimpiát tartja. Súlyemelőnktől az ezüstérmet később elvették, és azóta sem sikerült egyetlen ötkarikás játékra sem kijutni, de most az Európa-bajnokságon a kvótáért indul, és szeretné bebizonyítani az egész világnak, ő még mindig a legjobbak közé tartozik. Az őseimről legendákat hallottam, hogy milyen erősek voltak. Például a apai dédapám, a Gyurkovics Ferenc volt szintén. Róla azt hallottam, hogy az aratás közben egy szekérnyi kukoricával jött vissza az udvarba, és szemtanút hallottam, aki látta, ahogy egyedül leszállt a bakra, fölborította a szekeret, majd visszahúzta, visszajut a bakra, és elindult a következő fuvarért. Tehát nyilvánvaló, hogy a baráti társaságban gyerekkoromban mindig nekem kellett a legerősebbnek lenni. De az nem volt terve, hogy én valamikor is súlyemelő leszek. '92. májusában mentem le a súlyemelő terembe, és a legelső edzésem már
olyan súlyokat akartam emelni, hogy bizonyíthassam az edzőnek, hogy én alkalmas vagyok súlyemelőnek, és már azt is kimondtam, hogy én ebben akarok a világ legjobbja lenni. Ha verseny, akkor melyik az a verseny, amire azt mondod, hogy az volt a te versenyed? 2004 Athén. Egyértelmű. Ott nekem az volt a legnagyobb pillanat, amikor az utolsó gyakorlatot a 225-t kilöktem. Abszolút nem voltak ideális körülmények, mert az a három versenyző, aki előttem kezdett volna a lökésben, és ott olyan 7-8 gyakorlat, az körülbelül 10-12 percet jelentett volna még a melegítésben. Az a 12 perc nagyon hiányzott. Ezt sokan nem tudják, hogy a kulisszam mögött ilyenkor mi történik. Gyakorlatilag 8 perc alatt, 7,5 perc alatt kellett fölmelegítenem 220-ig a kezdőfogásomig. És ugye úgy melegítettem, hogy 70, 120, 160, 190, 210, és ez úgy volt, hogy 70-re rámentem, már dobták rá a két 25-öst, rámentem 120-ra, már dobtak rá megint két 20-ast, rámentem 160-ra, ott fújtam egy percet, körülbelül egy fél percet, de akkor már kaptam levegőt, mentem 190-re, akkor azt is kilöktem, körülbelül megint egy fél perc, mentem 210-re, és azt ki se löktem, mert egyszer már erőm nem volt rá, ledobtam, és 20 másodpercen belül már mondták, hogy következik Gyurkovics Ferenc 220. Ám sem ez, sem pedig a 222 kg-ra emeltetett súlyt nem sikerült jól kilökni. Következett 225 kg. Eszembe jutott azt, amit Szalai György mondott nekem egyszer, amikor ő volt ugye edzőm még, amikor katona voltam itt Tatán, és látta, hogy ideges voltam egy verseny előtt, és azt mesélte nekem, hogy ő azt szokta csinálni verseny előtt, reggelén, hogy fölül az ágyba, és megkérdezi, hogy mindent megtette a felkészülés alatt, hogy ez a verseny jól sikerüljön. És hogyha erre a kérdésre azt tudja mondani, hogy igen, akkor nincs miért idegeskedni. Nem tudtam elképzelni azt, hogy én nem fogom megcsinálni, sőt, én biztos voltam benne, hogy ezt az utolsó gyakorlatot meg fogom csinálni. A felállás hibátlan. Meg lesz, na végre, Feri, végre! Megvan, megvan! Gyurkovics Ferenc ezüstérmes volt az athéni olimpián. Sikerének két napig sem örülhetett, mivel teljesítményfokozásra alkalmatlan, ám szteroidként mégis tiltólistán lévő oxandrolont mutatta ki dopping mintájában. Ez vízben oldódó szer, ezért olyan vélemények is megjelentek, hogy az ellenőrzés során manipuláció történt. Ami azonban a máig tisztázatban ügyben nem bizonyosodott be. A nemzetközi szervezetektől pedig lehetőséget sem kapott arra, hogy bizonyíthassa ártatlanságát. Igazából ezzel már én nem is foglalkozom, ezt beteszem a tanulság fiókjába, viszont a verseny önmagában, maga nekem az olimpia, az mégiscsak azt mondom, hogy ez volt a tökéletes verseny. Feri nem csak versenyzik, hanem a Pécsi Súlyemelő Klubot is igazgatja, ahol is kialakított egy olyan rendszert, amiben nagy hangsúlyt fektet nem csak a sportra, hanem a sport melletti képzésre is. Mi nagyon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a versenyzőink tanuljanak, képezzék magukat, bármilyen szinten, akár szakmunkástól az egyetemi diplomáig mindenben tudjuk segíteni, hiszen több iskolával van együttműködésünk. Ami azt jelenti, hogy az iskolák együttműködnek abban, hogyha egy versenyző tehetségesebb, akkor többet tudjon edzeni, és az edzőtáborba való járás ez ne okozza neki problémát. Nyilván mi abban működünk együtt, hogyha kell ostorral verjük a versenyzőt, persze képletesen, hogy tanuljon, hiszen ugye az egyik a segíti a másikat. Ugye megtanítja a sport ugye arra a fiatalokat, hogy célt tudjanak kitűzni maguk elé, és hogy azért a célért meg kell küzdeni egy adott rendszeren belül, és hogyha ilyen fiatalokat nevelünk, akik a sportnak az értékeit beépíti a saját életében, és ezeket az értékeket ugye megtanulja, akkor ha nem is lesz belőle élsportoló az életben, utána egy sokkal tehetségesebb, egy sokkal sikeresebb ember válhat belőle. Férfi súlyemelők már csak egyetlen egy riói kvótát szerezhetnek, méghozzá a norvégiai Európa-bajnokságon. Sokkal több részletre figyelek oda, mint bármikor korábban, kezdve a táplálkozás, a regeneráció, a stretching, maga az edzés módszer, ahogyan készülök, és ennek köszönhető az, hogy folyamatosan lehet csiszolni a formán, akár megtartani a szintet.
vagy még egy picit javítani rajta. Ez a célom, hogy most hozzuk össze a kvótát, előrébb nem gondolkodom, pont azért, mert most ez a legfontosabb feladata a magyar svémel válogatottnak. Sebestyén Dalma annak idején egy egerszegi Krisztináról szóló filmből merített erőt sikeresen, hiszen már A-szintes idővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy ott lesz Rióban, de az igazi versenye valószínűleg majd Tokióban jön el. Még a bátyám úszott előttem, aztán anyáik úgy gondolták, hogy én is próbáljam meg az úszást, aztán 4 éves korom óta már ezt üzöm csak. Úgy próbálkoztam ilyen egyéb szárazföldi dolgokkal, mint ilyen jazzballet, de nem nagyon tetszett meg a dolog, úgyhogy maradtam a víznél. Nekem nagy példaképpen Megerszegi Krisztina, még kiskoromban volt egy rajzfilm, amit anyáik felvettek videókazettára, az a Space Jam, és utána rá lett felvéve az Egerszeginek a portré filmje, és én ezt a mesét nagyon sokszor megnéztem, és utána végültem még az Egerszeginek a filmjét. Még anyáik mesélték is, hogy úgy néztem, hogy úsztam közben a kanapén. Mi az, amit az a film adott neked? Az, hogy kemény munkával és odaadással el lehet jutni, ahova szeretnénk. Láttam, hogy mert rengeteget dolgozott, és ez az alapja mindennek. Az egy dolog, hogy valaki milyen adottságokkal rendelkezik, vagy hogy fejben milyen összeszedett, attól még a munka adja az nagy részét. Dalma pedig rengeteget dolgozott, aminek 2013-ban az IFI Európa bajnokságon meg is lett az eredménye, ahol 200 méter vegyesen nyert. Hát én nagyon szeretek versenyezni, eddig ami így a legnagyobb versenyem volt az IFI Olimpia. Hát amilyen vegyes érzelmekkel gondolok rá vissza, mert nagyon szerettem volna egy érmet úszni, és úgy érzem, hogy bennem is volt, csak valahogyan nem tudtam kihozni magamból. Nekem a hobbim a festés, és még egy-két évvel lefestettem az a riói olimpia logóját, és azt kitettem a falamra, hogy ez az én célom, és hogy előttem legyen. Nyilván mindig előttem van, nem csak amikor úszok a medencébe, vagy éppen a szárazföldi edzést végzem. A festészet mit ad neked? Nyugalmat. Meg néha szeretem az érzéseimet lefesteni. Általában tájképeket szoktam, de van, hogy fényképről festek. Így egy kicsit a szürke hétköznapokból így kiemel. Az izraeli rövidpályás Európa-bajnokság újabb sikert hozott Dalmának. Először 7.-ként beverekedte magát 200 méter mellen a döntőbe, ahol végül egy helyet javított. Ráadásul megjavította hosszú Katinka által tartott rekordot. Gondoltam én már arra a délelőtt során, amikor bekerültem a döntőbe, hogy nem lehet olyan messze, de pontosan nem tudtam, hogy mennyi az idő. Lehet inkább ezt így távol tartottam magamtól, hogy ne nagyon görcsöljek rá, hogy azt nagyon meg szeretném úszni, mert akkor lehet nem sikerül az az eredmény. És ott mondták nekem, hogy megúsztam. Mindig is nagyon szerettem volna országos csúcsot úszni, szóval az egy nagy löket így nekem. Tavaly év közepén 200 méteres vegyes úszásban már elérte az olimpiai A-szintet, azonban ebben a számban hárman is tudnak nála jobbat. Győrben pedig az olimpiai kvalifikációs versenyen 200 méter mellen olimpiai A-szintet repesztett. Ebben a számban Dalmán kívül egy magyar lány sem rendelkezik A-szinttel, vagyis jelenleg riói résztvevő. Mindig mielőtt beúrok a vízbe, elmondom, hogy mit kell úszni magamban, és hogy hogyan ússzam le. Szóval ezt teljesen össze kell rakni fejbe, például 200-nál. És akkor, hogy hajrá, és meg kell csinálni. Ilyenkor egy kicsit motiválnom kell magamat, mert lehet egy kicsit tele van a gatyám ilyenkor még a rajtkövön, de utána összeszedem magam, aztán már jó lesz az egész. Amikor most Győrben megúsztam az A-szintet, szerintem régen volt, hogy ennyire összeraktam valaha egy 200 métert, mint akkor. De szerencsére meg is lett az eredménye. Anyáik úgy neveltek, hogy kövessem az álmaimat és valósítsam meg őket. Szerintem jó úton haladok. Mi az álom? Hát a nagy álmom az, hogy olimpián dobogóra állhassak. Mivel nagyon maximalista vagyok, ezért nyilván az első hely lenne a legjobb.
de azért nézni kell az ellenfeleket, hogy mire képesek. Szóval reálisan is kell gondolkodni, nem csak vakon álmokat választani. Még Rióban az elég valószínű, hogy nem fog megtörténni, de azért nyilván úgy megyek oda, hogy akár egy döntőbe vagy közeldöntőbe be szeretnék úszni, de úgy érzem, hogy Tokió lesz majd az én évem, esetleg még utána még egy olimpia, az nagyon jó lenne. Hát majd meglátjuk, hogy hogy alakul. Már is elérkeztünk a szokásos játékhoz, a képernyőn már olvasható a múlt heti nyertes neve és a helyes megfejtés. A mai kérdés, hányszoros olimpiai bajnok Kis Gergely vízilabdázó? Ha megvan a helyes megfejtés, küldje el nekünk pénteken délig, és egy ilyen gyönyörű könyvet nyerhet. Helyes megfejtőink között egy a Magyar Olimpiai Bizottság által felajánlott Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2012 című kötetet sorsolunk ki. Ennyi fért a mai műsorunkba, de nézzék meg a Facebook oldalunkat, vagy látogassanak fel a weboldalunkra. A jövő héten újra találkozunk itt az M4 Sport csatornán. A viszontlátásra! A riói sikereket a Magyar Olimpiai Csapat platina fokozatú szponzora a Telekom támogatja. Telekom. Együtt. Veled.